A pincérkedés alapjaival ismerkedtek ezek a fiúk, de kipróbálhatták az asztalos szakmát, és bepillantást nyerhettek a cukrászmesterség fortéjaiba, vagy beleleshettek a villamosságtan világába. A fiatalok között voltak, akik már konkrét célokkal érkeztek a szakmarénára. Az esztergályos szakma, amivel én el akarok majd helyezkedni, hogyha úgy van, és ezért szeretnék ide az eszibe jönni tovább tanulni. Mert van rokonaimnak egy műhelye, ahova szeretnék menni felnőtt koromban. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara második alkalommal szervezte meg a továbbtanulást könnyítő pályaorientációs bemutató programját. A felvonultató tucatnyi szakma egy-egy munkafolyamatának aktív részese is lehettek a fiatalok. Ez az élmény alapú bemutatás, amit módszernek választottunk, ez leginkább kiválthatja a szakmatanulás iránti motivációt. A gyerekek nagyon lelkesek, érdeklődők, megpróbálják a különböző szakmai munkafolyamatokat, részt vesznek benne, és nagyon lelkesek. A szakmaréna megszervezését az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta.